Munkában a kereső kutya. Ez a kifogástalan állapotú 5 év körüli Ebb éppen cigarettát keres és talál egy terményszállító kamionon. Ezeket a munkakutyákat meghirdetett kutyavásár útján szerzi be a hatóság. Nincs kifejezett fajta specifikáció, az a kutya kerül kiválasztásra, amelyik jól motiválható, szeret aportírozni, ösztönerős és kommunikál az idegenekkel. Elsősorban 10-től 36 hónap közötti életkorú, kifogástalan egészségi állapottal rendelkező négy lábúakat várunk, olyanokat, akik rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal, illetőleg útlevéllel, tehát vagy egyikkel, vagy másikkal, továbbá mikrocsippel ellátottak. Nagyon fontos az is, hogy, és ez a jelentkezés feltétele, hogy a kutyatulajdonos rendelkezzen felír azonosítóval. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet e-mailben, és az e-mailben fel kell tüntetni a kutya hívó nevét, az ivarát, valamint a fajtáját, továbbá a vételárat. Abban az esetben, hogyha a hivatalnak valamely négylábú felkelti az érdeklődését, akkor konkrét ajánlattal fogják megkeresni az e-mail küldőjét. Az állatok egy igen sokrétű egészségügyi szűrésen mennek keresztül, majd azt követően a Bevég Kutyaki Képzőközpontjába kerülnek egy 3 hetes próbaidőre. Ha az állat az idő letelte után is felderítésre alkalmasnak bizonyul, bekerül a rendszerbe és akár 8-10 évig is hű, ez esetben munkatársa lehet a határőrnek. A határforgalmon lévő munka azért nagymértékben meghatározza, tehát egyértelműen a határforgalom meghatározza azt, hogy milyen mértékben és mekkora mennyiségben veszik igénybe a kutyás ellenőrzést munkatársaink. Általában naponta 2-3 kutya ellenőriz, végez szolgálatot, de a határ olyan szakaszán, például Tiszabecsnél, Beregsuránynál, vagy itt Záhonyban például éjszakai szolgálatot is teljesítenek a négylábúak. Egy konkrét adat a 2023-as évre vonatkozóan több mint 10 000 alkalommal ellenőriztek munkatársaink négylábúak segítségével. 10 000 kutyás felderítésből közel 500 000 eset az, amikor a kutya sikerrel jár, és így a csempészáru nem kerül be az ország területére. Jelenleg 11 szolgálati kutya dolgozik a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei adó- és vámigazgatóság kötelékében.